heves társadalmi és politikai vita dúl az egészségügyben a több biztosítós rendszer bevezetéséről vagy nem bevezetéséről. Most ezt egy kicsit félretéve úgy gondolom, hogy lassan érdemes lenne elgondolkodni a több rendőrséges rendszer bevezetésén, amikor lehetne szerződést kötni az állampolgároknak egy olyan rendőrséggel, amelyik nem veri és nem erőszakolja meg őket. Ugye ez egy elég abszurdnak tűnő gondolat, de három hete még az is abszurd gondolat volt, hogy civilek fogják őrizni a rendőrségi objektumokat. Többek között erről is fogunk ma este beszélgetni. Ez itt a Péntek 8 vendégünk, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Szervusz elnök úr, jó estét kívánok! Szervusztok, jó estét! Szóval ez a rendőrség ez olyan téma lett, hogy az ember nem tudja, hogy nevessen, vagy zokogjon, vagy leginkább feldváltva tenni. Te melyiket szoktad? Én a kétségbeeséshez közelebb álló lelki állapotban szoktam fogadni ezeket a híreket, amiket a rendőrségről hallunk. Egyfelől azért, mert brutálisak. Tehát most már nem csak arról van szó, hogy korrupció itt-ott fölüti a fejét, hogy szervezetlenség, rendezetlenség uralkodik, hanem hogy a rendőrök védelmére bízott polgárokat támadja meg a rendőrség. Ez azért túl van minden határon. Ráadásul nőkről, vagyis nálunk férfiaknál jobban kiszolgáltatott emberekről van szó. Mindannyiunknak van felesége, vannak gyermekeink, van akinek, nekem is nagylányom. Rossz belegondolni, hogy olyan országba élni, ahol a védelemre hivatott szervezet, a rendőrség ilyen minimum, mondjuk ennyit, hogy bizonytalanságot kelt, rossz élni. Na most ugyanakkor a rendőrség az csak az egyik olyan kormányzat irányítás alá tartozó terület, ahol gondok vannak, csak éppen mert ez a mi védelmünkre hivatott, amikor ezzel ellentétes dolgok történnek, akkor az mellbe vág bennünket. De ugyanígy, ahogy most a rendőrség már nem látja el a feladatát, vagyis szétcsúszik, ugyanígy szétcsúszott már a közigazgatás, vagy annak legalábbis számos szelete, ugyanígy szétcsúszott az egészségügy. Tehát azok a mondjuk úgy, a civilizációs társadalmi építmények, amelyeket az elmúlt 50-60 évben hoztunk létre, egészségügy, oktatás, biztonság, ezek szép lassacskán felmondják a szolgálatot. Kicsit tágítsuk ezt a kört. Marad van még természetesen itt. Adon egy rendőrség, ahol egy hónap alatt aztán 5 vagy 6 olyan dolog derült ki, ami egész egyszerűen felfoghatatlan. Tehát kirabolt bankokba rendőrök járnak lopni. Másodosztályú rossz amerikai film. Így van. Akkor van egy nemzetbiztonság, ahol lejárt konzervekkel csencselnek egyes munkatársak. Szóval, az még csak hagyja, hogy csencselnek vele, behozzák a kereskedelmi forgalomba azokat a termékeket, amelyeket töredékáron hoztak be az országba. Ezáltal nem csak arról van szó, hogy ellopják, vagy legalábbis bizonytalan helyre terelik azokat a pénzeket, amelyekkel szegényeket kellene segélyezni, hanem ráadásul tönkreteszik a versenyt, hiszen mások ugyanilyen termékekkel szintén a piacon vannak, csak nekik fizetniük kell mindent, ami a termelés első pillanatától a kereskedelmi forgalomba érkezésig egy terméket termel. Tehát még a versenyt is eltorzítja. Világos. Csak amit mondani szeretnék, vagy kérdezni szeretnék, ugye nincs új a nap alatt. Tehát egyszer egy Hamlet nevű dán királyfi azt találta mondani kínjába, hogy rohad az államgépben valami. Most rohad, vagy egyáltalán beszélhetünk-e arról, hogy ma Magyarországon, mintha úgy tűnne időnként, hogy nincs is már állam. Ez valami más. Én szeretném megismételni azt a gondolatot, amelyet volt módom az elmúlt két hétben több helyütt is elmondani. Szóval Magyarország valóban ma egy gyenge ország benyomását kelti. Mert milyen az ország, amely képtelen arra, hogy a saját polgárait megvédje. Sőt, a rendőrségtől kell tartania. Nem képes működtetni a közigazgatást, ahol széthullik az egészségügy, ahol az oktatásügy nem látja el azt a funkciót, amiért létrehozták, vagy legalábbis egyre kevésbé. Ez egy gyenge ország. És a legrosszabb az egész, hogy tulajdonképpen, miközben az ország lépésről lépésre, napról napra gyengül, a közben az emberek nem hogy kevesebbet dolgoznának, vagy rosszabb minőségben teljesítenének, hanem egyre többet dolgoznak, és nem dolgoznak rosszabbul, mint korábban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a lustaság, az emberek nem törődömsége,
közömbössége sodorná ide az országot, hanem az a helyet, hogy a politika teszi tönkre. Tehát ma Magyarországot a politika gyengíti le, és teszi tönkre. És ahelyett, hogy segítene az embereknek, hogy megoldják az életük problémáit, ahelyett újabb és újabb akadályokat gördít az emberek személyes élete útjába. Az a baj, hogy ez a politika egyre inkább leveti az állarcát. Két példát mondanék, ami önmagában, még évekkel ezelőtt is önmagában is óriási hír lett volna. Ma meg már az ember csak legyint, és tovább tekeri a rádió gombját az autóban. Az egyik, Demszky Gábor szépen elnyilatkozza a mikrofonba, hogy ugyan muszáj pályázatot kiírni az állatkert igazgatói posztjára, mert kötelező, de hát semmi értelme a pályázatnak, nem is tanácsolja, hogy bárki törődjön vele, mert úgyis Persányi Miklós lesz az igazgató. Hát egy szép gondolat. A másik pedig Keller László, az MSZP frakcióülésén, aki fölállt és megkérdezte Gyurcsány Ferencet, hogy ha már meneszt egy csomó rendőr vezetőt, akkor miért nem rúgja ki a Szabadfi Árpádot, akinek remek fideszes kapcsolatai vannak. Most ez már az 50-es évek. Hát annál, igen, mondhatjuk ezt is. Tehát ha az 50-es évek alatt azt értjük, hogy a párt gondolkodás, a párt érdek, a hatalom megtartása, a minden áron hatalomba maradni akarása, a maga alá gyűri a élet szinte minden területét, az állatkert igazgatójától, a jó Isten tudja éppen milyen beosztás betöltő rendőrökig, akkor valóban a pártosodásnak egy soha nem látott, legalábbis az én életemben, én 63-ban születtem, az én életemben nem ismerte mértéke rajzolódik ki. De a másik fele ennek, a másik oldala ennek az éremnek, hogy az a gondolat alakult ki a hatalmat gyakorlók fejében, hogy ezt megtehetik. Tehát úgy látják, hogy a magyar közvélemény az oly mértékben rezignált, és amikor majd döntést kell hoznia az ő sorsukról, maradhatnak helyükön, vagy ne, kell változtatni, nem kell változtatni, legyen egy új politika, hogy maradjon a régi, akkor azt hiszik, hogy rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyel újra és újra be lehet csapni az embereket. Szerintem ez a legrosszabb és a legriasztóbb az egészben. Tehát, hogy nem elszólásról van szó, nem egyszerűen ostobaságról vagy szamárságról, hanem amíg ez is belefér a mi kis demokráciánkban, életérzés köszön vissza a mondatok mögé. A kongresszusi beszédben úgy fogalmaztál, még ott az elején valahol, hogy azt kell megtanulnunk, hogy mindig van lejjebb. Most, ma este, úgy érzem, hogy azért olyan sokkal lejjebb már nem lehet, de valószínűleg neked van igazad. Ez a fantáziát korlátozottsága miatt van ez. Az a helyzet, hogy mindig van lejjebb, és zülleni, mert ami most történik, az állam szétzüllése. Tehát nem egyszerűen csak egy hibás kormányzati döntéssorozat miatt megbénul valami, hanem rágja belülről úgy, ahogyan Hamletet idézted, valamilyen baj, korság, és egyszerűen szétzüllik. Na most a züllésnek nincsen, hogy mondjam, alsó határa. Mindig van lejjebb. Tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy elegendő, ha nézzük, mert már úgyse romolhat tovább. Tehát nekünk, mármint a magyar választópolgároknak, kellene megállítanunk az állam és a politika szétzűlésének, lesüllyedésének folyamatát, mert magától nem fog megállni. Akkor a legkényesebb kérdést fölteszem, amit egy politikusnak föl lehet tenni egy ilyen helyzetben. Ugye én könnyen formálhatok véleményt, és ezt most megteszem. Én nem értem, hogy a magyar társadalom ezt hogyan tűri még mindig. Éppen te fogalmaztál, hogy ezek azt hiszik, hogy az emberek, a társadalom annyira rezignált, hogy még ez is belefér. Úgy tűnik néha, hogy igazuk van. Régen volt a 1990-es választás, ha már nem emlékeznek rá nagyon sokan. Ráadásul akik akkor születtek, azok már lassan 18 évesek lesznek és választó joggal rendelkeznek. Tehát nekünk ugyan közeli, mert mindannyian részt vettünk benne valamilyen mértékig, és meghatározó élményévé vált az életünknek, de az emberek legtöbbje nem így van ezzel. És a politikusok is, különösen a baloldali, magukat baloldalinak mondó politikusok számára ez egy nagyon messzi élmény, de azért ne felejtsük el, hogy a 89-90-ben, amikor készülöttünk a parlamenti választásra, akkor a magát reformernek nevező MSZP a választások megnyerésére készült, vagy legalábbis megkerülhetetlen politikai szereplője akart lenni a leendő demokráciának és több pártrendszernek. És igaz, hogy az emberek előtte, leszámítva bennünket, néhány tíz vagy százezren, akik a demonstrációkon, tüntetéseken részt vettünk, az emberek olyan nagyon nem
voltak antikommunista vagy kormányváltó hangulatban, de amikor módjuk volt, hogy kifejezzék a véleményüket 90-ben, akkor valahova 10% környékére szorították vissza. A magát egyébként reformernek nevező, megújultnak gondoló, hát a mai mércében mérve európai fiatal miniszterelnökkel, Németh Miklóssal az élén, hát oda szorították őket vissza. Ez az élmény messze van. És azt gondolják, hogy az egy történelmi balszerencse volt. És kétségkívül az egy kiemelkedő pillanata volt a magyar történelemnek, de azért van egy olyan tanulsága a jövő felé nézve, hogyha az ember semmibe veszi a választópolgárokat, ha fittyet hány rájuk, ha rájuk dönti az országot, ha szétcsúszik a biztonságos élet minden eresztéke, akkor az emberek váratlanul nagy arányban tudnak nemet mondani egy politikára, egy politikai elitre és egy politikai pártra. Csak a mai MSZP vezetésének valahogy ez egy túlságosan úgy tűnik távoli élmény, pedig én azért tanulmányoznám mindazt, ami akkor történt az ő helyükben. Nem hinném, hogy én vagyok az első, hogy egyetlen magyar állampolgár, akiben megfogalmazódik az a gondolat, hogy körbenézek magam körül az országban, azt látom, hogy az állami erőszakszervek, szervezetek nem hogy megvédenek engem, hanem adott esetben megtámadnak. Az egészségügyben folyik, azzal gyakorlatilag nem csak az én, hanem nagyon-nagyon sok, sőt mindegyik honfitársunknak, kivételezettek kivételével, egyszerűen az élethez való jogát korlátozzák és szorítják háttérbe. Látom azt, hogy megint megnyitották a privatizációs listát, most, hogy aki nemzeti színházat óhajt venni, az vehet. Bár itt már fejlődtek a módszereik, mert utoljára felrobbantották, most csak eladják. Hát akkor itt állok én, vagy itt állunk sok százezeren, vagy sok millióan, és azt kérdezem, hogy tulajdonképpen mire megy el az én adóm? Hát a... Hol van? Jó kérdés. Ha végignézzük azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek a privatizáció újbóli megnyitásáról szólnak, az egészségügyről, vagy éppen a rendőrséggel kapcsolatos döntéseket vesszük korcső alá, akkor egy lassan érthetetlen, elemezhetetlen nagy halmazzá válik ez a sok probléma. Ha azonban kellő távolságból és jó látószögből nézzük ezt a gondoknak ezt a halmazát, akkor három különböző dolgot el kell választanunk egymástól, mert egyébként nem fogunk kiigazodni a helyzetbe. Ugye van a haszonszerzés, kapzsiság, korrupció problémája, amely ma jellemzi az állam működését és a kormány jó néhány döntését. Van az ostobaság nevű jelenség halmaz, amikor egész egyszerűen a kormányzásra való alkalmatlanság nyilvánul meg egy-egy átgondolatlan, következményeket elhanyagoló vagy nem is számba vevő döntés következtében vagy mögött. És van a harmadik a probléma, ez pedig az, hogy ott, ahol a mi életünk számára fontos területeket, egészségügy, közigazgatás vagy éppen oktatás ugye át akarnak szervezni, akkor azt egy olyan elv nevében teszik, amelyből a magyar társadalom többsége nem kér, és szerintem egy elhibázott elv. Tehát itt összecsúszik az emberi gonoszság, kapzsiság, korrupció, az emberi butaság, korrupció, vagy bocsánat, a rossz kormányzati döntések és alkalmatlanság, valamint egy rossz elv, amely szerint megpróbálják irányítani, szervezni a magyar társadalom életét. Most egyes kormányzati döntések egyik vagy másik kategóriába tartoznak, érdemes őket e szerint külön választani, hogy pontosan meg tudjuk érteni, hogy mi zajlik a Magyarországon. Jó, akkor az egészségügyben mi zajlik? Az egészségügyben egy rossz elv a meghatározó elem. Az eszme vezeti a kormányzópártokat, hogy akkor lehet harmonikusan, kiegyensúlyozottan és biztonságban élni egy országban, akkor jutunk el legközelebb az igazságossághoz, ha az emberi életnek minél nagyobb területét tesszük a piac részévé, és tesszük az üzletszerű működésű világ részévé. Tehát az egészségügy akkor jó, hogyha piaci alapon szervezzük meg. Ez a meghatározó elv. Tehát az első dolog. Természetesen ostobaság is van, mert mondjuk úgy beosztani a kórházakban az ellátás és a beutalás rendjét, ahogy tették, a sok ismert hibával, az ostobaság számlájára írható. És persze van a dolgok mélyén korrupció is, mert nagy valószínűséggel a jó néhány kórházat, kórházi épületet már ingatlan spekulások kinéztek maguknak, és meg lennék lepve, hogyha a kormány tisztviselője erről nem tudnának. Tehát természetesen ott van mind a három jelenség, de a meghatározó, ami legfölül van, ami a bajok igazi gyökere az, hogy egy rossz eszme.
egy ilyen neoliberális, mindent a piac old meg legjobban eszme nevében próbálják átrendezni a magyar egészségügyet. Tehát egy különböző probléma, ez önmagában egy gond, szerintem ezt vitatni kell ezt az elvet, és egy másik, egy alternatív megoldást kell javasolni. De ettől függetlenül létezik az a probléma is, hogy egyébként őket erre senki nem hatalmazta föl, mert amikor arról volt szó, hogy akarunk-e ilyen egészségügyet, akkor nekünk nem adták meg a lehetőséget, hogy erre igent vagy nemet mondjunk, mert eltagadták ezt a szándékot, nem tudtak hozzá a választópolgárok viszonyulni. Az egészségügyel kapcsolatban még van valami, amit nem nagyon értek, tehát itt a két nagy meghatározó pártra beszélve, a Fidesz elutasítja a többbiztosítós rendszert, az MSZP erősen vonakodni látszik a kérdést illetően, a 2%-os, nem is nagyon létező SZDSZ pedig sürgeti. Most ez hogy van, hogy ez a apró pár dönti el, hogy mi legyen? Szerintem ez egy érzéki csalódás. Tehát nem az SZDSZ dönti el, az MSZP dönti ezt el, és az MSZP akarja a többbiztosítós modellt, csak ez egy hazudós párt. Tehát nem egyenesen megmondja, hogy mik a szándékai, hanem úgy csinál, mintha nem akarná, és a végén jól fog neki esni, amikor megtörténik. Bocsánat, csak még annyit hadd tegyek ezt hozzá, hogy az egészségügy az a legkiválóbb példa arra, hogy hogyan jutunk el látványos döntések nélkül is, hogyan sodródunk egy olyan helyzetbe, amikor senki nem hirdette meg azt az elvet, hogy az egészséghez való hozzáférés, az állam által szolgáltatott egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, az pénzügyi, vásárlóerő, anyagi helyzet függvénye lesz. Ezt senki nem hirdette meg, de ma ez a helyzet. Ugye, ha az embernek van egy komolyabb problémája, akkor felírják egy várólistára. Ez sem jó, mert eddig nem voltak ilyen hosszú várólisták, most ezek sokkal hosszabbak, hála ennek az úgynevezett reformnak. Tehát ennek sem örülünk, de ugye ez azt jelenteni, akkor minden magyar állampolgárt felírnak, akinek ilyen egészségügyi problémája van, és műtétet vagy ellátást szeretne erre a várólistára. Eddig azt jelenti, hogy mondjuk az adónkért és a járulékunkért cserébe azonos elbánásban van részünk. Igen, ám, de abban a pillanatban az állam által szolgáltatott ellátásban a gazdagoknak módjuk van arra, hogy ezen a várólistán, még ha végén is helyezkednek el, a pénzükkel az élre ugorjanak, és ők megkapják gyorsan és azonnal a szükséges beavatkozást, még a szegényeknek, akiknek nincs pénzük, azoknak várniuk kell. Egész addig még mindenki, akinek pénze van, ő eléjük nem vásárolja magát, mert akkor is a később iratkozott fel arra a listára. Ez az a világ, amire mi azt mondjuk, ez elfogadhatatlan. Mert ha valakinek van pénze, és sürgős megoldást akar a gondjára, és a magyar rendszer, mármint állami rendszer nem tudja megoldani, ami egyébként helytelen, de ha már ez így van, akkor persze a magánvilágban vásároljon magának szolgáltatást. De az állami világon belül tud a pénzével olyan emberek elé kerülni, akik egyébként ugyanolyan állampolgárok, mint ő. Tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy kialakul lépésről lépésre épül ki körülöttünk az a világ, amely a szegényeket az útszélén hagyja, nem törődik velük. Ha jut rá idő, energia, ellátás, kapacitás, majd velük is törődünk. Akinek pénze van, azt vesszük előre. Erre mondom én, hogy egy rossz elv. A mostani kormánykoalíció ezt az elvet vallja, mert ha valaki azt mondja, hogy a piac részévé kell tenni az egészségügyet, az azt jelenti, hogy a piacon a tőkeerő meg a pénz érvényesül. Az azt jelenti, hogy amit a piac részévé tettünk, egészségügy, ott is ez az elv fog érvényesülni. Ezért ezt az elvet kell megkérdőjelezni, ezt kell visszautasítani, ehelyett a politika helyett kell egy másik politikát, egy új politikát meghirdetni, amely azt mondja, hogy az államtól azt várjuk el, hogy a járulékunkért és az adónkért cserébe megszervezze az egészségügyi szolgáltatást, és ott nincs különbségtétel pénzügyi, anyagi helyzet szempontjából állampolgár és állampolgár között. De ugyanez épül ki lényegében már szeptembertől a felsőoktatásban is, mert azok a családok, akiknek ahol meg tudják fizetni a tandíjat, azok a nebulók, azok a csemeték, azok felsőoktatásba fognak menni, azok a gyerekek, akik szegény családba születtek, de egyébként nem tudnak kevesebbet és képességeik alapján nem kellene őket hátrápsolni, pedig nem fognak bejutni az egyetemre, mert nem tudják fizetni a szülők a tandíjat. Tehát lassan a pénz, vagyis a rendszerváltás után, 90-től kezdődően kialakult, 90 utáni időszakban megszerzett, a vagyonosodási, anyagi, gazdasági pozíciók határozzák meg, hogy a következő 10, 20, 30, 50, nem tudom hány évben pontosan mi lesz ember-emberhez való viszonya, milyen hierarchia jön létre, a legalapvetőbb
legalapvetőbb emberi igények, oktatás, gyógyítás, lassan a biztonság is erre a területre jut, hiszen a biztonságot is meg kell vásárolni, és akinek lesz pénze, meg is fogja vásárolni, az állam a többieknek meg nem tudja nyújtani, mert ilyen rendőrséggel erre nem lesz képes. Tehát kiépül a szemünk előtt egy olyan világ, amelyet én személy szerint mélyen ellenzek. A sors fintora, hogy ezt a világot egyébként egy magát úgymond baloldaliak nevező kormányzati elit fogja kiépíteni. Néhány napja azt nyilatkoztat, hogy a Fidesz bármelyik pillanatban készen áll a kormányzati felelősség vállalására. Most nincs ilyen helyzet, de hogyha körbenézünk, csak az egészségügynél marad, azért romhalmaz, amit már eddig a pillanatig is hagytak maguk után. Mi lenne az első intézkedés sorozata vagy csomagja a Fidesznek? Nekünk van egy átfogó egészségügyi reformtervünk. Ennek a fővonalait 2001-ben fektettük le. Mikola István miniszterség alatt egy, úgy hívták, hogy népegészségügyi program. Ezt folyamatosan aktualizáljuk. Mikola úr rendszeresen elvégzi a szükséges változtatásokat ezen a törvénycsomagon, úgy, ahogy egyébként a valóság ezt megköveteli. Tehát abban a pillanatban, ahogy előállna egy politikai váltás lehetősége, akkor Mikola leendő miniszter úr elé venni ezt a programot, és elkezdenénk végrehajtani azt, amit egyébként már 2001-ben, igaz, csak egy-két kezdő lépés erejéig, de megpróbáltunk bevezetni. Ez azt jelenti, hogy egyébként több biztosítós modell nincsen, tehát felejtsük el, egy biztosító van, egy állami kézben lévő biztosító. A várólistákat, azokat visszanyesnénk, lerövidítenénk és ha lehet megszüntetnénk. A vizitdíjat föl kell számolni, sorolhatnám tovább azokat a szakmai kérdéseket, amelyek egyébként a Fidesz honlapján elérhetőek mindenki számára. Addig is, ugye úgy fogalmaztál a kongresszuson, hogy mondjunk le a lemondásról, amivel én maradéktalanul egyetértek, csak most szeretném megkérdezni tőled. Van egy orvos, egy doktornő. Történetesen ő volt a Schwab-hegyi gyerekklinika főorvosa. 4 szakvizsgával, nyelvvizsgával az életét tette rá, hogy ott gyerekeket gyógyított 20 vagy 30 éven keresztül. Majd jött néhány igazán aljas semmi ember, akik azt mondták, hogy az aszmásoknak nem jó levegőre van szükség, és bezárták a Schwab-hegyi gyerekklinikát. Itt mondanék egy mondat erejéig valamit, ha megengeded Zsolt, aztán térjünk vissza a doktornőre. Ez a mondat az én fülemben is fennakadt. És hallottam még azt a mondatot is, hogy a modern, modern orvostudományban gyógyszerekkel nem jó levegő, hanem egy gyógyszer. De ezt kik mondják ezt? Az egy olyan anyagi helyzetben lévő emberek mondják ezt, akik ha azt veszik észre, hogy a gyerekük nehezebben veszi a levegőt, akkor megengedhetik maguknak, hogy 12. vagy ki tudja hányadik, mindenképpen a jobb levegőjű kerületekbe költözzenek. Vagy a sós tengerpart. Tehát az a helyzet, hogy olyan emberek vágják bele a kiszolgáltatott a családok képébe, olyan szülők képébe, akik egyébként rettegnek a gyerekük megbetegedése miatt, ha van valami, amit az ember retteg, az az, hogy a gyermeke valami nehezen gyógyítható vagy gyógyíthatatlan betegséget kap. Tehát olyanok vágják a képükbe a szegény embereknek, akik egyébként gond nélkül megszerzik maguknak az élet azon egészséges környezetét, amelyet ezek a családok csak a kórházon keresztül tudnak a gyerekek számára megszerezni. Hát ez, én nem is értem, hogy még egy jó idegzetű társadalom is miért viseli el, hogy ilyen emberek, államtitkárok, miniszterek, közmegbizatás betöltő emberek. Ez volt az a pillanat, amikor én is azt gondoltam, hogy az emberek ki fognak milliószám tódulni az utcára, nem tették, de az a kérdésem. Ez a doktornő, aki most ott áll, 41 néhány évesen, az életművét tették félre és kérdőjelezték meg. Tehát ő például hogy mondjon le a lemondásról? Mit tudunk neki mondani, hogy ne bolonduljon meg? Hát először is, ha lehet, ne hagyja el a szakmáját. Ha mégis rákényszerül, mert könnyen úgy fordulhat az ember élete manapság, hogy a megélhetés szorítása miatt el kell hagyni a szakmáját, akkor készüljön lélekbe arra, hogy ez nem végleges. Mert a mostani állapotokat meg lehet változtatni. Össze kell fogni az elégedetlen, az útszélen hagyott, a félrelökött és a megalázott embereknek, össze kell fogniuk, és az első adandó alkalommal politikai változást kell elérni, hogy Magyarország ismét egy olyan ország legyen, hogy több diplomás gyermekgyógyítással foglalkozó orvosok, azok ne valami képzettségükhöz nem passzoló
forrásból vagy szakmából tartsák le a családjukat, hanem visszatérhessenek ahhoz, amihez értenek. Hát egy orvos kiképzése egyébként egy társadalomban az rendkívül jelentős közösségi áldozatot igényel. Hát egy-egy orvosi diploma megszerzése túl azon, hogy magának a diáknak is nem kevés forintjába kerül, hiszen hosszú-hosszú éveken keresztül kell tanulnia, szakvizsgát tennie, de az állam is óriási összegekkel járul ehhez hozzá, mert nekünk szükségünk van ezekre az orvosnőkre. És ehhez képest kilökjük őket a szakmájukból, és úgy látom, hogy tucatszám engedjük el őket külföldre, hogy aztán a jó ég tudja, kik érkeznek majd Magyarországra ő helyettük, akikhez majd elvihetjük a gyerekeinket, hogy gyógyítsák meg. De a Józsefvárosban, mert ott ugye gyógyszerkedés nem jó lenne. Tehát én azt gondolom, hogy tartson ki, lesz. Én egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a kormány magától nem fog jobb belátásra térni. Ugye még egyszer mondom, mert három problémától szenvedünk. Az egyik a korrupció, becstelenség, itt nem látom, hogy jobb belátásra térnének. Kettő az ostobaság fölött, az ott nem a jobb belátásra térés a megoldás, tehát úgy látom, hogy azon sem lehet segíteni. A harmadik pedig, hogy rossz eszmét vallanak arról, hogy hogyan kell szervezni a társadalmi életét, és nem látom, hogy meg tudnánk őket győzni arról, hogy egy másik eszme szerint kellene inkább holnaptól szervezni a magyar társadalmi életét. Tehát én nem látok arra esélyt, hogy a mostani állapotok, azok a kormány belül bekövetkező szándékmódosítással megváltoztathatók lennének. Egyetlen esélyt látok, politikai fordulatra van szükség, a rossz eszme helyett egy másik eszmét kell a szerveződés, a társadalom életének szerveződése középpontjába állítani, az ostobaság helyett a szakértelmet kell visszaírni, és a kapzsiságot, korrupciót pedig ki kell írtani az államigazgatásból, és meg kell próbálni tiszta lappal indulni. Beszélgetés, meg ez az a pontja, ahol most egyszerűen ki kell lépjek egy picit a szokásos szerepből. Szóval, Viktor, mi 88. március 30-án együtt alapítottunk egy Fidesz nevű ifjúsági szervezetet. Jó régen volt. Eltelt azóta 19 év, ha jó számolom. És itt ül a nyakunkon az akkori komplett KISZ KB. De tokkal vonóval. Gyurcsányostól, Szilvásistól, Bajnai Gordonostól. Itt ül a KISZ KB a nyakunkon. Az hanyaim ilyenken, de a... Meg az ország. Magyar nép nyakán. Szóval, Viktor, hogy jutottunk ide? Arra keresem a választ, kicsit félve is bizonytalanul, hogy amit Fürr Lajos már pedzegetett, két hete egy interjúban hallgattam tőle. Azt mondta a drága öreg, hogy nagy hiba volt azt gondolni 90-ben a rendszerváltáskor, hogy ezek majd elmennek maguktól, aztán soha többet vissza se jönnek. Tényleg nagy hiba volt? Hát tudnék... ilyen általánosabb társadalmi filozófiai nézőpontból is visszatekinteni a mögöttünk hagyott 17 esztendőre, de ez részben a műsor kereteit feszíteni, és szétrészben pedig azt hiszem, hogy vannak erre nálam avatottabbak. Tehát én a saját kaptafám maradok, és a politika felől nézve... Abból az estéből induljunk ki. Azt kell mondanom, hogy a demokrácia az egy küzdelem, ahol különböző eszméket, nyílt vagy rejtett szándékokat képviselő szereplők lépnek a közvélemény elé, és a választójog éppen hatályos szabályai szerint a tisztelt nép, a közvélemény pedig dönt arról, hogy mi legyen az országgal. Ezekkel a döntésekkel jutottunk idáig. Most természetesen egy politikai szereplő, mint amilyenek mi is vagyunk, nem háríthatja vissza a felelősséget a választópolgárokra, mondván, hogy hát tetszettek volna jobban dönteni. Mert ők meg azt mondják, hogy tetszettek volna világosabban beszélni, jobban megfogalmazni az alternatívát, és egy számunkra érthetőbb utat mutatni annál, mint amire szavaztunk. Tehát ez a párbeszéd így a süketek párbeszéde lenne, ezért nem javaslom a jobb oldalnak, hogy ebbe az irányba érveljen, hanem próbálja számba venni azt, hogy mitől következett be, miért fordult elő az, hogy 2002-ben egy sikeres kormányzás után, amikor élenjárók voltunk, amikor azt mondtuk mindannyian, beleértve a baloldalt is, tehát még a akkor hatalomra visszatérni készülő MSZP-t is, hogy 2007-ben Szlovéniával együtt be fogjuk vezetni az eurót, tehát most már most lenne, hogy ott lennénk, mint a szlovénok. Tehát miért döntöttünk úgy 2002-ben, hogy ez ne így legyen, és miért döntöttünk 2006-ban, hogy azon az úton menjünk tovább, amely 2002 és 2006 között az országot ide juttatta. Ezt elemezni kell, és én ebben a saját... Bocsáss meg, hadd kapaszkodjak bele egy mondatodba. Azt mondtad, hogy a demokrácia egy küzdelem, egy harc, ahol a közélet szereplői különböző programokkal, elvekkel lépnek a közvélemény elé, és méretetik meg magukat. No de, hát ez a baj, hát nem lépnek. Nem lépnek oda.
a közvélemény elé. Holnap lesz egy éve, hogy elhangzott az összödi beszéd, ami nem beismerés volt, hanem a maffia tagok beavatása, mert ez kiszivárgott beszéd volt, nem vallomás. Hát ez a kormány, ez a miniszterelnök, ez végig hazudta saját bevallása szerint az évet. Tehát nem lép ki a közvélemény elé. Ennek a demokratikus feltételnek nem felel meg, teljesen mást mond egy-két nap lefolgása. Ez azt ezt a problémakört érint, hogy képes-e a demokrácia megvédeni saját magát a nem demokratikus törekvésekkel és politikai erőkkel szemben. A válasz az, hogy Magyarországon nem volt képes arra a magyar demokrácia, hogy megvédje saját magát. Ki lehetett iktatni olyan fontos intézményeket, amelyeknek az lett volna a dolguk, hogy ezeket a kormányzati szándékokat, hazugságokat, megtévesztéseket, szervezett hazugsághadjáratot felszínre hozzák és bemutassák az embereknek. Sajnos erre a magyar demokrácia nem bizonyul alkalmasnak és elég erősnek. Visszatérve történeti okokra, annélkül, hogy hosszan elemezném én ezt, egy ország életét az határozza meg, hogy a politikai közéletnek kik a meghatározó szereplői. Hiszen amikor dönteni kell az ország előtt álló következő évek irányáról, akkor abból választunk, ami van. Tehát fontos, hogy ki a választék. Ugye 90-ben a magyar társadalom, illetve azt is mondhatnám, hogy a demokratikus politikai elit kapott egy lehetőséget arra, hogy újra rendezze a színpadot. Ugye az MDF megnyerte a választást, az SZDSZ egy MDF-fel nagyjából azonos méretű komoly erővé vált, és valahol 10% környékére szorult vissza az utódpárt. Akkor kapott a demokratikus politikai közélet, közvélemény, mi magunk, parlamenti képviselőket is beleértve, egy esélyt arra, hogy újra rendezzük a politikai élet, hát mondjuk úgy, hogy színpadát vagy életét. Ezzel nem tudtunk élni, most lehet keresni a felelősséget, a lényeg az, hogy 4 év elteltével nem újra rendeződött a politikai élet, a politikai közélet világa, hanem az, akit a közvélemény egy demokratikus döntéssel 90-ben visszaszorított a 10%-ra, az egy abszolút parlamenti többséggel rendelkező politikai erővé tudott válni. De ez persze sok minden kellett, történelem, nehéz örökség, a szocializmus gazdasági tehertétel, amely agyonnyomta az első demokratikus kormányt, na de akárhogy is hárítjuk ezt mindenfajta külső okokra, a végső felelősség mégiscsak úgy nálunk van, mindannyiunknál, akik nem az MSZP-ből jöttünk a demokráciába, és kaptunk egy esélyt, hogy valami mást építsünk föl. Ennyire futott a 90 és 94 között. 94-ben visszajöttek, tulajdonképpen egy hatalmas nagy egyetlen párt uralta a magyar közéletet, hiszen egy nagy párt jött létre, és egy középpárt az SZDSZ, a kettő együtt ment kormányra, és ott voltak a törmelékek, közöttük egyébként kedves Zsolt, a közösen alapított pártunk, vagy ifjúsági szervezetünk, a Fidesz akkori formációja is. Innen jutott el a jobb oldal iszonyatos erőfeszítések és munka árán, hogy 98-ra megváltoztatta ezt a helyzetet, mert két nagy párt lépett más színre, az MSZP mellé közben fölnőtt az egyesített, mondjuk úgy, hogy nemzeti oldal vagy polgári oldal is, sőt 98-ban meg is nyerte a választást. Sőt, 98 és 2002 között messze nem hibátlanul, de a mai mércével mérve, hát jól kormányzott. Hát az országot a bokros csomag sokjából és utóhatásaiból elvittük, a Szlovéniával együtt vezetjük be az eurót állapotába 2002-re. Majd a szocialisták iszonyatos erőket mozgósítva, ezeknek a nemes és kevésbé nemes változatát is ideértem, nagypárti mi voltukat kihasználva megnyerték a választást, és azóta azért küzdenek, hogy mindenfajta társadalmi támogatottság és elfogadottság nélkül mindig fönn tudják tartani a nagypárti státuszukat, anélkül egyébként, hogy az országot előre vinnék, hogy fejlesztenék, hogy a jövőre nézve olyasmit tudnának mondani, amelyet aztán végre is hajtva valóban jót tudnának tenni ennek az országnak. Mi pedig próbálunk lépést tartani velük, és azt mondani a magyar választópolgároknak, hogy ne higgyék, ne higgyétek el, hogy csak egyetlen lehetőség van előttünk, beletörődni abba, hiszen a kormányzó párt ezt mondja, beletörődni abba, ami van. Hanem azt mondjuk, hogy de hát ezen lehet változtatni. De továbbra is két nagy párt határozza meg a politikának a közéletét, a szellemi arculatát, az eszméit. És a mostani küzdelemnek túl azon, hogy az ország sorsa is a tét, a pártok közötti viszonyban van egy olyan tétje is, hogy melyik politikai erő az, amely képes hosszú távon megbízható, szavahihető, fölkészült pártként nagy, meghatározó szereplője maradni a magyar politikai életnek, és ki lesz az, aki a teljesítménye, a lebukása, a szavahihetetlensége okán visszasüllyed a közép vagy a kispárti pozícióba. Tehát én azért bízok abban, hogy nem kell nekünk elviselni a szocialistákat és eltűrni őket, meg mindazt, amit művelnek Magyarországgal 2010-ig,
mert ma a szocialisták a nagypárti létüket kockáztatják, vagy talán már kockáztatták is, és saját magukat vágják vissza egyre kisebb pártá a jövőt illetően. Hogy ezt meddig tűri el, nem a tisztelt magyar nép, mert az egy kérdés, hanem maguk a baloldali emberek, baloldali szavazók, akik ennek a pártnak mégiscsak a híveit, a támaszát adják, vagy pártagok, vagy nem, de mégiscsak ők tartják ezt a pártot. Meddig tűrik ezt az öncsonkítást? Én szerintem ennek van egy határa. A választ ugyan nem tudom, de biztosan van egy határa. És a határ nem 2010-ben van, hanem szerintem sokkal korábban. Váltsunk egy másik témára. Úgy fogalmaztál szintén a beszédedben a kongresszuson, hogy a mezőgazdaság a jövő ágazata, a falu pedig a jövő életformája. Amivel én maximálisan egyetértek, így vakon, tudnék is érvelni mellette, de ehhez képest azért a világ úgy tűnik, hogy ezzel a mondatoddal szembe halad. Legalábbis Magyarországon, aztán mindenképpen. A világ egyes nagyobb területe is, Európa azért már nem ilyen egyértelmű. Ugye, hát az Unióban éppen most azt fontolgatják, hogy a mezőgazdasági támogatásokat azért csak meg kell nyírválni. Mindig fontolgatják, polgárjog... nem fogják. Polgárjogot nyert már ugye az a gondolat, hogy akár ezt meg is kell szüntetni. A falut ez a kormány gyakorlatilag ellehetetleníti, tönkreteszi. Se posta, se közlekedés, se vonat, lassan busz se lesz, minek. Tehát ez a mondat, ezt valahogy alá kéne támasztani, vagy meg el kéne hitetni. Nekem az a véleményem, hogy a jövő egyik nagy kérdése Európában mindenképpen, az az élelmiszerbiztonság kérdése lesz. És szerintem Európa nem fogja megengedni magának azt, hogy a világ Európán kívüli részeiből érkezzen az európaiak által fogyasztott élelmiszerek egyre növekvő hányada. Európának saját mezőgazdaságra van szüksége. Aztán szeretnénk piacokat persze a saját európai térségünkön kívül is, és versenyképesek is vagyunk szerintem a világ más piacaiért folytatott versenyben, beleértve Afrikát vagy az Egyesült Államokat is, ahol szintén erős mezőgazdaság támogató rendszer működik, csak ezt el szokták felejteni, de az igazság mégiscsak ez. Tehát én azt hiszem, hogy a mezőgazdaság fontos lesz. Én a mezőgazdaságban éppen ezért kevésbé a gazdaságnak az egyik haszontermelés, tehát profit termelés szempontjából jelentős ágazatát látom, én nem így nézem a mezőgazdaságot, hanem a foglalkoztatás, a tájvédelem, a kultúrközeg föntartásának a feladatát fogja ellátni a mezőgazdaság, úgy, hogy közben egyre tisztább, jobb minőségű élelmiszereket fog előállítani, mert az európai piac, az európai emberek ilyenekhez ragaszkodnak, egyre növekvő arányban. Jelentem, Ausztria így működik már. Így van, tehát én azért mondom, hogy ha Európában körülnézünk, akkor semmi okunk arra, hogy kétségbe essünk a mezőgazdaság jövője miatt. Ha Magyarországon nézünk körül, akkor más a helyzet, úgy, ahogy leírtad, de itt megint csak az a helyzet, hogy nem a ráolvasás segít, politikai fordulat. Ezt akkor is így látom, hogyha egyébként van néhány olyan döntése az Agrárminisztériumnak, amelyel egyébként egyet lehet érteni párthovatartozásról tekintet nélkül. Például végre a külföldiek által behozott dömping áruknak legalább egy részénél fölemelte a hangját, nem volt még ilyen szocialista kormány alatt, hogy ez megtörtént volna. Most végre ez egyszer-kétszer bekövetkezett, és nem is eredmény nélkül. Elnök úr, a Fidesz is, és személyesen te is elég sok lapot tettél erre az úgynevezett több kérdéses népszavazásra. Eléggé tisztán látszik azonban, hogy a kormány a Országos Választási Bizottság nevű arcátlan cselédje révén ezt nagyon igyekszik, és az is lehet, hogy meg is fogja akadályozni. Mert ők is tudják, hogy ez a legfontosabb kérdés ma. Véleményed szerint lesz népszavazás? Hát szerintem az esélyek jók. Magától nem lesz. Hát, ma olyan világban élünk, Zsolt, mint ahogy a 80-as évek végén éltünk, akkor alapvető demokratikus jogokat is ki kell harcolni. Akkor ez természetesnek tűnt, mert nem volt demokrácia Magyarországon. Most sincsen, mert most egy demokrácia nélkül több pártrendszer van, csak úgy gondoljuk, hogy demokráciában élünk, de egy demokráciában ki kell harcolnunk magunknak az alkotmányban biztosított demokratikus jogainkat. Például, hogyha a fölfogásunk szerint, mármint a választópolgárok fölfogása szerint csődöt mondott a közvetett demokrácia, tehát a parlamenten keresztül
történő jó döntések lehetősége megszűnt, akkor néhány fontos kérdésben kénytelenek vagyunk közvetlenül mi magunk dönteni. Ezt a lehetőséget, ezt az utat, a népszavazás útját a magyar alkotmány nyitva hagyja, megnyitja, fölkínálja a magyar választópolgárnak. Ez a jogunk, nem lehet tőlünk elvenni. Csak olyan bürokratikus szabályozókat épített ki a politika az elmúlt 11 néhány esztendőben, hogy ott bizonyos kiskapukat és ellentmondásokat kihasználva a kormánnyal összejátszó, annak ágenseként működő Országos Választási Bizottság el akarja torlaszolni ezt az utat. De szerintem nagyon nagy fába vágták a fejszívüket, mert nyilvánvaló, hogy szembe mennek az Alkotmánybírósággal. Tehát ma az a példátlan eset áll elő Magyarországon, hogy az Alkotmánybíróság döntését egyetlen testület, mert nincs több ilyen a Magyarországon, nem fogadja el magára nézve kötelezőnek és az Országos Választási Bizottság. Az a kérdés, hogy meddig teheti meg az Országos Választási Bizottság, az Alkotmánybíróság döntése fölé helyezi saját magát, és nem fogadja el azt magára nézve kötelezőnek. Én várom, hogy a következő hetek, hónapok további fontos fejleményeket hoznak majd, és a népszavazásra alkalmas kérdésekben, 6 vagy 7 ilyen kérdést gondolok én, meg fog történni a népszavazás. És az adjon nekünk erőt, és az tegye tisztává a látásunkat, hogy milyen erőket mozgósít a másik oldal annak érdekében, hogy az emberektől ezt a jogot meg tudják tagadni. Ez mutatja igazán, hogy milyen fontos dolog a népszavazás. Vegyük azt az ideális pillanatot, ami reméljük, hogy hamarosan el is következik. Nem tudja tovább a Választási Bizottság, nem tud tovább szembe menni az Alkotmánybírósággal, meg mindenkivel. Lesz népszavazás, eredményes lesz, érvényes lesz. A Fidesz által feltett kérdések megkapják a támogatást. Másnap reggel föl kell a nap. Na és akkor mi van? Ezt a Gyurcsány Fletót ismerve azt fogja mondani, hogy és megmondja a választ. Hát először is a népszavazás nem holnap lesz, hanem kicsit később, tehát nem tudjuk, kivonhatja meg a vállát majd akkor. Ne legyünk ennyire, ne lássuk ennyire biztosan a jövőt. Másodszorban ez attól függ, hogy mennyien mennek el, és milyen arányban foglalnak állást. Tehát egy a kormány reform törekvéseinek középpontjában álló kérdéssorban, mint ami az egészségügy, a tandíj, hogy csak kettőt érintsek ezek közül, esetleg a több biztosítós modell kérdése. Tehát ha ezekben a kérdésekben elsőprően a kormánnyal szemben foglal állást a közvélemény, és azt mondja, hogy nem hatalmaztunk föl erre benneteket, és nem is tűrjük el, hogy ezt tegyétek velünk, én szerintem nem lesz, aki megmondja a vált, ennek sokkal súlyosabb következményei lesznek. De a Urbán Flóri, aki most az edzőnk felcsúton, azt szokta nekem mondani, illetve nem nekem, hanem az öltözőben mindenkinek, hogy ő egy dolgot nem tűr el, hogy a holnap utáni mérkőzésről beszéljünk. Csak a holnapiról szabad, mindig a következő mérkőzést kell megnyerni, mert aki azon spekulál, hogy mi lesz azután, az nem nyeri meg a soron következés, ott el fog hasalni, megbotlik. Ez a politikában is, nem mondom, hogy mindig, de nagyon gyakran hasznos jó tanács. Elnök úr, köszönjük, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a figyelmüket és a türelmüket. Nem tudom, azt hallották-e már, amikor az új csajozós dumát, az így szól, hogy elnézést, kisasszony, megengedi, hogy haza kísérjem. Veszélyes ez a környék, túl sok itt a rendőr. Köszönjük, hogy velünk voltak, jövő héten találkozunk, viszontlátásra.